Simonyi Endrével beszélgetek eddig elsősorban a számítástechnikával kapcsolatos élményeiről, de úgy tudom, hogy neked komoly találmányaid is vannak. Igen, az egyik az egy olyan valami, amivel mindenfajta napenergia hasznosításnál lényegesen lehet javítani mind a hatásfokon, mind a üzemeltetési költségek csökkentésén. Vagyis, ha ezt alkalmaznák, akkor olcsóbban lehetne, annak megfelelően szélesebb körbe terjedhetnének el. Hangsúlyoztam, nem azt mondtam, hogy napelemek, hanem a mind a két fajta, tehát a napelemek is, és a napkollektoroknál is használható ez. A másik pedig egy nagyon más terület, az pedig a széndioxid alapú gazdaság. Ez elég furcsán hangzik, mert a széndioxidtól akarnak mindig megszabadulni, én meg azt mondom, hogy arra alapozott gazdaság, ami hát avval járna, hogy a széndioxidot hasznosítani lehetne, és nem megszabadulni tőle, hanem használni. Számítás, milyen módon? Ez egy nagyon különleges kémiai folyamat, amit hogyha elmondasz egy vegyésznek, akkor az nem fogja elhinni, de be tudom mutatni. De be tudod mutatni. Indiában egy a Coal Asia konferencián ott a meghívott előadó, és ott előttük mutattam be azt, hogy szódavízből, mészkőből és két másik karbonátból tudok szenet kémcsőbe előállítani, tehát atmoszférikus nyomáson, szobahőmérsékleten, ja, és azt nem mondtam, hogy katalizátor nélkül. Most erre kérdezhetnéd, hogy akkor először mikor volt, hogy ez már 6 éve volt, és akkor miért nem terjedt el? Elkövettem akkor egy nagyon nagy hibát, a indiai magánbefektetői cégcsoport fejlesztési cégének az elnöke, az azt mondta, hogy jó, csináljuk meg félüzemi méretekben. Én mondtam, hogy én életemben nem vezettem még ilyet, úgyhogy nem... Bocsánat, hogy megörökítelek közben. Hogy nem tudom levezetni ezt, de a szaktudásomat szívesen adom. Úgy nem kellettem, mert tudod, pénzt még adott volna. De az, hogy az emberei ezzel foglalkoznak, azt már nem. Azt már nem. Azt már nem. Számítás, illetve informatikával kapcsolatban van egy valamim, ami egy olyan titkosítási eljárás, ami elméletileg is feltörhetetlen. Maga a megvalósító program az 1,8 kilobájt. Évek óta fönt van a honlapomon a saját magával titkosított program azzal, hogy akinek sikerül, az kap tőlem 10.000 dollárt, tehát feltörni ezt, aki meg nem, az meg megveheti tőlem, de még nem jelentkezett vevő. Elképesztő. Pedig mondom, itt nincs hátsó kapu. Tehát ha te elfelejted azt, amit a kulcs szó itt ennél, akkor az, amit titkosítottál, az titkos is marad. Elképesztő. Hát, olyan számítástechnikai jellegű valami nincs, de... Viszont szóval sokáig tanítottál az Óbudai Egyetemen. Igen. Jól emlékszel? Jól emlékszel. Amire valószínűleg nem emlékszel, az meg, hogy a Pázmányon is tanítottam. Azt nem tudtam. Igen. Hát először a Budapesti Műszaki Egyetemen, aztán az Óbudai, aztán mondom a Pázmányon. Összesen 26 évig tanítottam egyetemeken. Más szinteken nem tanítottam, úgyhogy az... Eltekintve a gyerekeimtől. Azokat... Hányan vannak? 3 gyerekem van, 2 lány, 1 fiú. Értem. Mindenkinek van diplomája, a idősebbik lányom tanár, matematika és angol. A második lányom, az ilyen diplomás, szociális munkás.
fiam az Óbudai Egyetemen végzett, és jelenleg a Tetra Paknak a dolgozója. Nem tudom, ezt a nevet, ez... Hogyne. Igen, a Tetra Pak már akkor nagy név volt, amikor én egyetemi hallgató voltam, és már akkor úgy tanították nekünk. Úgyhogy egy eléggé neves céghez került. Unokák vannak már? Két unokám van, abból az idősebbik az fél évvel idősebb, mint a fiam. Ezt nem értem. Hát két házasság. Ja, értem. Úgyhogy így lett az, hogy az idősebbik unokám az informatikus mérnök, a fiatalabbik az most másodéves közgazdász hallgató. Valahol érdekes, hogy matematika, informatika, közgazdaság, angol, tehát ezek a kötődések, ezek nyilván tőled is jönnek. Igen, valószínűleg igen, mert hát érthető módon az ember azt abba az irányba szeretné, hogyha menne a családba, a következő generáció, ami ez valamit ért. És amiről úgy gondolja, hogy mondjuk azért nem jár úgy velem, mint én az ornitológiával. Az ornitológiával? Igen. Hát, hogy került ez ide? 11 éves koromban a Brém Állatok Világa című, hát ilyen nagyon alap népszerűsítő állatokkal foglalkozó műben találtam meg azt, hogy egy bizonyos madárfaj az egyedül a akkori lakásunk az közeli dombon fészkel. A könyvet 904-ben írták, én meg 11 éves 48-ban lettem. Hát a kettő között voltak azért változások, de megtaláltam a fészket. Hát nyilván nem azt a fészket, hanem az már Isten tudja melyik generációjé. És én bementem a Magyar Nemzeti Múzeum állattárába, hogy megmondjam ezt a tudományos sikert. Ott a igazgató helyetteshez kerültem, akinek az asztalán ott volt egy kitömött karvaj, amelyiknek így a lábát fogta egy másik madárnak a feje, de a madár már csak csontváz volt. És az asztalon volt még egy kis szekrényke, aminek az első oldala az átlátszó volt, és amiben ilyen két bagolycsemete volt. És akkor kérdeztem az igazgató helyettest, hogy minek van itt ez a karva és egy megyvágó fej. Döbbenten nézett, azt mondta, hogy honnan tudom azt, hogy ez az. Mondtam, hogy a Brém alapján. Gondoltam, hogy hát karvajt esetleg még láthattam, megyvágót is láthattam. A baglyokra megmondtam, hogy azok erdei füles bagoly fiókák. A fióka az nem nagyon hasonlít az öregre. Ez kezdte érdekelni, hogy honnan a fenéből kihúzott egy fiókot, és abban volt egy albinó veréb. Megmondtam, hogy albinó veréb. És megint, hogy honnan veszem ezt. Mondtam, hogy a formája az a Brém alapján egy veréb, és így tovább. Csak te még mindig nem hitt. És kihúzott egy olyan fiókot, amiben egy új-zélandi sarlós fecske volt. Hát ebből biztos lehetett, hogy soha az életben nem láttam. Mondtam neki, hogy Cleo. Erre lehívta az igazgatót, hogy itt van egy csoda gyerek, aki, és elmondta. Aztán az igazgató is elkezdett vizsgáztatni, akit úgy hívtak, hogy Homoki Nagy István. Nagy név. És mi akarok lenni? Nem tudom, hogy természetesen ornitológus. Tudja, magázott, hogy mikor kaptunk utoljára státuszt? Azt a szót se tudtam, nem, hogy azt, hogy... Hát persze azt mondtam, hogy nem tudom. 1941-ben. Úgyhogy ha abból akar megélni ornitológia, akkor abból nem fog. Keressen magának egy olyan munkahelyet, ahol fizetnek is, de nehogy abba hagyja az ornitológiát. Hát nem lesz belőle ornitológus. Endre, köszönöm szépen!